egy sorozatnak jó a főcíme, az elég hamar be tudja rántani az embert a széria világába. Persze nem kell ehhez egy másfél perces vagy két perces hosszú opening, lásd. De én azért szeretem az igényes és szépen kivitelezett nyitányokat, úgyhogy íme jöjjön a top 10 legjobb sorozat főcímek. Törtetők. Mit is várunk a főcímtől? Hát azt, hogy egyből ráhangoljon a sorozatra. A Törtetők kvázi semmi érdemlegeset nem mutat, csak a főszereplők furikáznak este, miközben a nevüket látjuk az üzletek falán neonnal kivilágítva, vagy épp az óriás plakátokról visszaköszönve. Mi kell még? Egy király James Addiction dal, és már is benne vagyunk a sztárok világában. Egyszerű, de hatásos. Mad Men reklámőrültek. Ismét egy nem túl hosszú, de annál beszédesebb nyitány, ami zseniális szimbolikával és látvánnyal játszik. Amolyan Hitchcocki stílust kapunk, és azt látjuk, ahogy egy ember a mélybe zuhan, még az utolsó képen már a karosszéken dohányzik. A rövidke felvezető mindent elmond, és rögtön figyelmeztet, hogy itt nem egy vígjátékról lesz szó. True Detective. Az első évad rögtön cool státuszba emelkedett, és nem csak a zseniális színészek miatt. Ember emlékezet óta nem láttunk ennyire jól összerakott és hangulatos krimisorozatot, ami már az első percben levesz a lábunkról. A roppant sötét főcím atmoszférája szuper, a zeneválasztás sem érheti panasz, de mégis az első látásra zavarosnak tűnő bizarr képek azok, amik beleégnek az ember retinájába. Ha a második évad ezt meg akarja fejelni, akkor nagyon fel kell kötniük a gatyájukat. Dexter. Nagy vihart kavart, amikor vége lett kedvenc sorozatgyilkosunk történetének, ugyanis egy igen ellentmondásos befejezést kreáltak a sorozathoz. Abban azonban mindenki egyetért, hogy a főcím zseniális. Dexter reggeli rutinját látjuk, amiben látszólag semmi érdekes nincs, de a borotfálkozás, a szaftos reggeli, vagy éppen a cipőfűző bekötés is enyhén utal arra, hogy a főhős bizony nem egy ártatlan kezes bárány. Ez a több értelműség pedig meg is koronázza az alapból egyedi kezdőképsorokat. X-akták. Kisgyerekként véletlenül elkaptam párszor a főcímet, és utána mindig nehezen ment az alvás. Ez véletlen nagy para az a szűk egy perc, a repülőcsésze alja a szellemmel és az egyéb bizarr dolgokkal. Az embernek egyből leesik, hogy ez a sorozat tele lesz misztikummal és egy rakás ijesztő elemmel. Mindez persze semmit nem érne, ha nem csendülnének fel a klasszikus dallamok, amik mára egybefortak a paranormális jelenségekkel. A Simpson család. Ez az egyik legkreatívabb főcím, ami valaha készült, ráadásul a komplett várost bemutatja cirka egy perc alatt. Mégis a főszereplő családra koncentrálunk benne. Ez még önmagában nem lenne annyira nagy szám, de Lisa folyton változó szaxofon szólója és az ikonikus és mindig zseniális kanapés pillanatok abszolút egyedivé varázsolják Simpsonék bemutatását. Az olyan pazar változatokról pedig még nem is beszéltem, mint a Geyer modell toróféle nyitány. Supply your town with power, the other releases the hounds. Just look into your heart and you will find the answer. Freaks and Geeks. Egy szenzációs coming of age sorozat ez, amiben olyan sztárok bontogatták a szárnyaikat, mint James Franco, Seth Rogen vagy éppen Jason Segel. Kultikus széria ez, amit sajnos egy évad után elkaszáltak, pedig hatalmas potenciál volt benne. A főcím egy iskolai fotózást mutat be, ahol hőseink az egyéniségükre jellemző arcot vágnak. Ennyi az egész, de annyira vicces és ötletes, hogy tökéletesen működik. Az alatt a bömbölő Bad Reputation pedig méltón koronázza meg aztán az a fél percet.
Twin Peaks. Ez az örök kedvenc sorozatom, úgyhogy el lehet képzelni, mennyire örült, amikor bejelentették, hogy David Lynch vezetésével kezdődhet a folytatás. A Twin Peaks misztikumát és atmoszféráját lehetetlen überelni, a másfél perces főcím pedig úgy elkapja a nézőt, hogy csak lesünk. Pedig lényegében csak egy fa feldolgozót látunk, és a festői szépségű tájat, de ez bőven elég ahhoz, hogy a címszereplő kisváros hangulata berántson. Hogy mégis mitől működik ennyire jól? Természetesen Angelo Badalamenti tökéletes zenéjétől, aminek már az első dallamára mindenkinek eszébe jutnak a kezdőképsorok. American Horror Story. A sorozat, amit a kezdés óta követek, és már rögtön a pilot epizóddal megfogott. Az már más kérdés, hogy azóta folyamatosan romlik a színvonal, és a millió beteg dolgon kívül más érdeme nem nagyon van. Ettől függetlenül marha különleges darab, hiszen minden évad más történetet mesél el, és ugyanazokkal a színészekkel. Ehhez mérten minden évadhoz külön főcím is jár. Minden 4 szezon nyitánya elképesztően para, ugyanakkor roppant igényes, és tökéletesen felkészíti a nézőt az elkövetkezendő borzalmakra. Az már sajnálatos, hogy maga a sorozat nem tud felnőni hozzá. Na de majd a következő évad. Nem egy akciódús főcím, de annyira tökéletes, hogy... Tehát tökéletes, annál nincs följebb. Meghalljuk a zseniális nyitódallamokat, és egyből bekerülünk a sorozat körforgásába. A zenében minden benne van, amitől a Trónok harcát epikusnak és monumentálisnak tartjuk, de az óraműként funkcionáló, csodásan animált Westeros térkép adja meg az egész pikantériáját. Napjaink legnépszerűbb sorozatán már az első perctől kezdve látszik az igényesség, ha pedig meglátod és meghalld a főcímet, onnantól kezdve Westeros rabja vagy. Én ennyi lettem volna, tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, meg írd meg kommentben, hogy szerinted mi maradt ki, illetve neked mi a kedvenced. Aztán legközelebb találkozunk. Csácz!